Sziasztok! Ebben a videóban a mikrozöld nevelését szeretném bemutatni nektek, miután a csíráztatás olyan jól sikerült, és kíváncsiak is voltunk a legerle.hu termékeire mikrozöld terén, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindent adnak, amire szükségetek lehet, hogy mikrozöldet neveljetek. Amit láttok, az három darab műanyag tálca, ez nyilvánvalóan többször használatos, használat után mindig alaposan elmosandó. Benne három darab kenderrostlap. A kenderrostlap az egy növényi rostlap, szintén megvásárolható a legerle.hu webshopjában. Minden tőlük származik. Ezek a kenderrostlapok egyszer használatosak, de gyorsan elmondom, hogy komposztálhatóak. Tehát miután leszerepeltek, és felneveltük a segítségükkel a csírákat, ezután mehetnek a komposztra, mert növényi rost, növényi hulladék újra hasznosul majd. Amit pedig láttok, az az, hogy beáztatom a kenderrostlapokat, szeretném, ha teljesen átnedvesednének. A kenderrostlapokra azért van szükség, mert a gyökerek majd ezeken fognak átfutni, ezekbe gyökereznek bele a kis magok, és fontos, hogy mindig nedvesen is tartsuk ezeket a magokat, illetve a kenderrostlapot, mert semmi másra nincs szükségük a kis magocskáknak, mint vízre. A megfelelő mennyiség eltalálása is fontos, mert ugye szárazon nem fog beindulni nekünk a csírázás, viszont ha túl nedves, akkor esetleg bepenészedhet. De egy kis figyelemmel ezeket a hibákat elkerülhetjük. Átitatottak a rostlapok, és én most a kóstolócsomagból választok magokat. Nem egészen véletlenszerűen a brokkolit, a rukkolát meg a vörös káposztát szeretném kiválasztani, de úgy kukkancsatok bele, hogy mi minden van. Tehát, hogy gyakorlatilag minden van, amit csak szeretnétek megkóstolni, és így néz ki a címkéje. Úgyhogy bátran, ha nem vagytok benne biztosak, mit szeretnétek, választjátok a kóstolócsomagot. Megjelölöm a tálcákat. Nem, mintha nem lenne mindegy, hogy melyiket eszem, mert mindegyik finom, és már kipróbáltam. De lesz egy 1-es, 2-es, meg egy 3-as tálcánk. Jó, ezt majd ügyesebben is megjelölöm, és lesz egy 1-es, 2-es, 3-as magunk. Jó? És akkor legalább tudni fogjuk, hogy melyik hogyan szerepelt, és mennyire ízlett nekünk. Szerencsére a tasakban pont annyi mag van, amennyi szükséges. Úgyhogy ezt most egyenletesen rászorom a rostlapra. Mindegyik kis növényke más ízű, és a csíráztatástól abban különbözik, hogy ugye ott megállunk körülbelül a negyedik, ötödik napnál, itt viszont tovább megyünk, 10 napig, vagy akár 2 hétig is, ez növénytől függ. Nagyon finomak, és azért is választottam ezt a három magot, mert a vörös káposztának káposzta íze van, a rukkolának rukkola íze van, a brokkolinak nagyon finom, friss, zöld íze van, ott a brokkolira azért nem ismertem rá, de nagyon-nagyon finom, és akkor így a változatosság is megvan. Amit még ezen kívül megteszek, ami nagyon fontos, hogy lespiccelem ezeket a magokat, ezt napjában kétszer megteszem, egyébként a csomagban, ami például a kezdő csomag, kezdő mikrozöldezőknek, itt láthatjátok a kisebb-nagyobb kiszerelés csomagolását, az tartalmazza a permetezőt is. Sőt, a leírást is, hogy hogyan csinál, és a fedlapok, amik szintén nagyon szükségesek, mert az első pár napban lefedjük őket, ők is tartalmazzák a használatutasítást. Tehát akkor meg is permeteztem, lefedem, ezt egy nap kétszer megismétlem ezt a permetezést, és figyeljük a növekedést. Első nap, már látható, hogy valami történt, valami megindult, csak annyi a dolgom reggel és este, hogy lepermetezem őket, és azért hoztam ide a szobába, mert itt több a fény, erre még nincs szükségük, erre a fényre, de a harmadik naptól, amikor már nem lesz rajtuk takaró, akkor viszont jót tesz nekik
a növekedésükben segíti őket, ha fényes helyen vannak. Második nap, ugyanaz történik, mint az első nap, megpermetezem. Ne ijedjetek meg tőle, hogyha itt ott szőrösnek látjátok, mert például itt lehet látni, mert ez nem penész, ezek gyökérszőrök, és el fog múlni. Holnap már le fogjuk venni róluk a fedőt, mert láthatólag jól beindultak. Harmadik nap, nézzük, hogy aludtak. Megkapják a reggeli permetezést. Ó, hát gyönyörű. A vörös káposzta láthatóan lassabban fejlődik, a rukkola már elérte a tálca magasságát, sőt, annál magasabb is lett. Úgyhogy, és a brokkolinak is van már egy kis levele, úgyhogy csak a vörös káposztára teszem vissza a fedőt, de ők már a fényen maradnak. Negyedik nap, a rukkolán és a brokkolin már nem volt fedő, a káposztán még volt. Láthatjátok, hogy a fedő lapoknak különböző a hátoldala, és mutatják is a hátoldalon az eljárást, hogy milyen lépések szerint kell haladnunk. És azt is láthatjátok, hogy az, amikor lekerül a fedőlap a mikrozöldekről, onnantól már nem permetezve, hanem alulról fogjuk őket locsolni. Tehát a káposzta, mivel az még kap fedőt, ő kap egy kis permetet, a rukkola és a brokkoli viszont alulról kap egy kis vizet, mert ő már a gyökereit átengedte a kenderrostlapon, ez pedig úgy néz ki, hogy becsorgatok alá egy kis vizet, és így hagyom, hogy eloszoljon, segítek is neki, és hogyha esetleg marad alatt a víz, akkor azt pedig le fogom önteni róla. Hoppá, megemelem a csücskét, beöntöm a vizet, eloszlatom. Ha marad valamennyi, azt leöntöm róla, és holnap találkozunk. Ötödik nap, most már alulról locsolom őket, és nem kell egy nap kétszer, hanem inkább arra kell ügyelni, hogy ne száradjon ki a rostlap, illetve hogy látod a gyökereit? Illetve hogy így a gyökereken keresztül megfelelő mennyiségű vizet kapjanak. Tehát akár egy nap egyszer is elég. Úgy csinálom, hogy vizet öntök alá, és egy kis idő múlva megnézem, és ha alatta áll a víz, azt azért leöntöm. Túl sokat nem adok neki, de a fölösleget leöntöm, de azért annyit adok, hogy inni tudjanak. Találkozunk holnap. Hatodik nap, láthatóan nagyon szépen fejlődik a mikrozöld termesztésünk, telepünk. Ugyanaz történik, alulról locsolom meg. Tehát mindegyiknek megemelem a csücskét, és alulra öntök neki vizet, és azt eloszlatom. Látható az is, hogy a fény irányába nőnek a kis növénykéink, úgyhogy most már azt is szoktam csinálni, hogy elfordítom 180 fokot, hogy szép egyenletesen nőjenek. Úgyhogy most megfordítom őket, és találkozunk holnap. Hetedik nap, látjátok, micsoda csodálatos mezőnk van? Egy kis eszközzel segítek itt, hogy minél kevésbé sérüljön a mező. Ugyanazt csinálom, vizet öntök alá, eloszlatom, várok egy kicsit, és a maradékot majd le fogom önteni, ha van maradék. Próbálok minél finomabban hozzányúlni. Csodálatos mező keletkezett. Most a hetedik napon vagyunk, és szerintem talán a káposzta az megy tovább majd, de szerintem a rukkola és a brokkoli az 10 napig fog menni. De majd meglátjuk együtt. A 8. napon tartunk. Gyönyörű szépen alakul minden. Látható, hogy milyen szép magasra nőttek már és dúsak. Ugyanaz fog történni, ami eddig. Meg fogom őket locsolni alulról. A 9. napon vagyunk, ma is meglocsolom őket ugyanúgy alulról, ahogy már eddig is láttátok, és mivel olyan jól fejlettek a mikrozöldek, holnap szüretelni fogunk.
Tizedik napon vagyunk, az elkövető mindig visszatér a tett helyszínére, visszatértünk a konyhába, kezemben az olló, és van egy gyönyörű szép tálam is, amiben bele fogom vagdosni a megnőtt szép kis mikrozöldjeinket, kezdem a vörös káposztával. Tehát azért volt értelme, főleg az elején, hogy tudjuk, hogy melyik tálcában mi van a jelölésnek, de nyilván a harmadik, negyedik naptól már megtudtuk őket különböztetni jelölés nélkül is. Nekem az a módszerem, hogy kikapom, mint a majom a zsebórát, ezt az egész rostlapot, és így, mint egy fodrász, én egyébként szerettem volna fodrász lenni fiatal koromban, így vágom el a tövénél, és így potyog bele nekem a gyönyörű mikrozöld a tálba. Tudjátok, hogy ez aztán komposztálható, ez a kenderrostlap, tehát semmi szemetünk nem keletkezik, hiszen a mikrozöldet megesszük, a kenderrostlapot a komposztba dobjuk, az újrahasznosul, és a műanyag tálcákat pedig újra használjuk. Hozzáteszem, hogy mindez papírcsomagolásban érkezett hozzánk, tehát abszolút a fenntarthatóság jegyében mikrozöldeztünk, és mikrozöldezünk tovább. Szívből ajánlom a legedle.hu webshopját, mert minden hozzávalót megtaláltok. Látjátok, hogy láthatátok az elején is, és most is ide készítettem, hogy akár egy kezdőcsomagot, hogyha még gyakorlatlanok vagytok, akár egy kóstolócsomagot választotok, és kísérletezhettek kedvetekre. A második a rukkola, és itt szintén indul a fodrászkodás. Milyen fazont kíván a kedves vendég, frufrut milyen hosszúra nyírjunk, hagyjunk-e a fül mögötti területen. Szórakoztató. Szeretném elmondani nektek azt is, hogy ha már a legedlénél tartunk, hogy ezek tanúsított és garantáltan biztonságos élelmiszerek, tehát vegyszerre, gombára, baktériumokra bevizsgált, szándékkal, csiráztatásra, illetve mikrozöldnevelésre szánt magok, amik így aztán tanúsított és biztonságos élelmiszerek. És szerintem érdemes arra is gondolni, hogy a biológiai hasznosulása is sokkal kedvezőbb az ilyen élelmiszernek, mint mondjuk egy műanyagdobozban hozzákérkező akármilyen vitamin vagy ásványanyag készítménynek. A Legedle honlapja is nagyon informatív, és a közösségi felületeken is aktívak, úgyhogy tőlük is kérdezhettek. Szeretném azért megmutatni nektek, hogy ez nem csak egy egyszerű kis önellátó folyamat volt, aminek a során az otthonunkban, akár egy panellakásban is friss zöldfélét tudtunk termeszteni, hanem ez egy lélekemelő élmény volt, hiszen egy kis zöld mező nyílt az otthonunkban. Tehát a napi 30 másodperces elfoglaltságon túl nekem személyesen napi több percnyi kellemes élményt okozott, hogy elsétáltam a mező mellett, egy kicsit gyönyörködtem benne, hogy mivé fejlődött. Ez télen-nyáron mindig egy nagyon kellemes élmény. Tavasszal ezt kint is látjuk, de télen bent a lakásban is létre tudjuk hozni. A javaslat szerint ezeket a... Látjátok, tele lett a tál. Ezt a mikrozöldet még fogyasztás előtt mossuk le. Ez úgy fog történni, hogy én ezt itt a csap alá tartom. Nagyon óvatosan, akár szűrőn keresztül, vagy a kezemen keresztül, hogy azért ne roncsoljam, engedek rá vizet. Lehet persze a szűrő, vagyis a szórófokozattal is. Akkor ők most megfürdenek. Tehát élmény a mikrozöld nevelés, nem beszélve arról, hogy mennyire finom, és hogy mennyire hasznos, és akkor még hadd tegyem hozzá azt is, mint szempont, hogy mennyire gazdaságos. Hiszen láthattátok, hogy milyen kevés, néhány teáskanálnyi magocskából, milyen gazdag termésünk lett. Meg is érkeztünk. Én a következő percekben elindítom a következő mikrozöld
ültetvényemet, hogy mire ez elfogy, addigra legyen friss. Nektek pedig sok sikert kívánok a mikrozöldezéshez és jó étvágyat a fogyasztásához.